40 éves a város, ez meghatározza az idei programsorozatot. Minden ősszel már készülnek a következő év tervezetére, és bővítik a kört, hogy szélesebb kínálatot tudjanak nyújtani a palettán. A várható eseményekről nyilatkozott Cink Judit igazgató. Intézményünk már jó előre megtervezi azokat a programokat, amelyeket az év 365 napján lebonyolítunk. Természetesen azokat a jelentős, nagy létszámot vonzó programokat is, amelyek az év során szórakoztató, illetve közösségi rendezvényekként megjelennek a palettánkon. Természetesen azokat a kisebb rendezvényeket is, amelyek pedig akár kisebb közösségeket vonzanak. Minden évben, már előző év decemberében, novemberében elkezdjük összeállítani programjainkat, és itt nem korlátozódunk azokra a programokra, amelyek a mi intézményegységeink szervezésében valósulnak meg, hanem széles partnerséget építettünk ki természetesen a város számos intézményével, számos civil szervezetével. Úgyhogy akkor, amikor az éves városi programok megtervezésre kerülnek, természetesen ebbe bevonjuk ezeket az intézményeket, szervezeteket is. Ennek alapján, az ő visszajelzéseik alapján összeállítunk egy éves rendezvénynaptárt, amely régebben még papíralapú formában is eljutott a háztartásokba, aztán a minden területet érintő COVID-járvány során, illetve az energiaválság során, amikor tapasztaltuk azt, illetve alkalmazkodnunk kellett azokhoz az egyik napról másik napra bekövetkező változásokhoz, amelyek felülírtak mindent, így az elmúlt két évben, az idei évben is ezt online formában jelentetjük meg, hiszen ebbe mindig bele tudunk nyúlni, ezen mindig tudunk módosítani, és mindig aktualizálva tud eljutni a mi közönségünkhöz, illetve a látogatóinkhoz. Most kerül fel pont a mai napon az intézmény honlapjára ez a városi összefoglaló rendezvény naptár. Arra biztatom mindazokat, akik itt élnek, vagy érdeklődnek akár vidékről is a mi programjaink iránt, hogy tekintsék át ezt, ebből kapnak már egy ízelítőt, és látják már, hogy milyen napokon, milyen programok kerülnek lebonyolításra. De ha az év során többször visszakattintanak erre a megjelenő rendezvénynaptárra, akkor ebben mindig látják aktualizálva is már az adott programot. Hiszen természetes, hogy jó előre kell terveznünk, de mindig adódnak olyan lehetőségeink is, amelyek bővítik ezt a kínálatot. Számos pályázatot nyújtunk be, amelyek elbírálását követően tudunk gazdagítani ezeken a programokon. Nagy örömünkre épp a múlt héten érkezett két pályázatunkra is pozitív elbírálás, tehát azt tudom már mondani, hogy a most megjelenő rendezvénynaptárat már ki fogjuk tudni bővíteni. Ezek természetesen önálló rendezvények is lesznek, amelyek megjelennek az év során. A pályázat arra irányult, hogy a tavasztól őszig tartó szabadtéri rendezvényeink programját tudjuk gazdagítani. Ilyenkor mindig természetesen úgy gondolkodunk, hogy a már meglévő programok fellépőit, közreműködőit tudjuk gazdagítani, de természetesen új programokat is tudjunk bevonni, és ezzel is tudjuk várni az itt élőket. A 2023-as évre elégedetten tekintett vissza az igazgatónő, hisz tartalmas évet zártak a kulturális program terén. Ugyanúgy megrendezésre kerülnek színházi előadások, kiállítások, gyermekprogramok, gyermekkoncertek, közösségi programok, olyan mondhatni azt városi találkozási alkalmak, amelyeken munkahelyi közösségek, baráti társaságok, számos olyan művészeti csoport is megjelenik, amelyek tulajdonképpen a bázisát adják az intézményen túl a helyi gazdag kulturális programnak és annak az örökségnek, amelyek tulajdonképpen mi évről évre tovább viszünk,
és természetesen új innovációkkal is gazdagítjuk. A programok összeállításánál egy fontos szempont, hogy Tamási város az idei évben ünnepli várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. Megkezdődött ez a programsorozat már az elmúlt hétvégén, amikor a könyvtárban Emlékszilánkok képekben címmel egy előadásra vártuk az itt élőket, ami kimondottan visszatekintett 1984-re, amikor a városáavatás dokumentumát átvehették az akkori tamási városvezetők, illetve szombaton egy nagyszabású gálaműsorral ünnepeltük ezt az ünnepi aktust tulajdonképpen, amelyen protokoll vendégeink, illetve a Tamásiban élő polgárok előtt felléptek azok a közösségek, amelyekről már beszéltem, azok a művészeti csoportok, amelyek komoly értéket közvetítenek, legyenek ezek a legkülönbözőbb művészeti ágak képviselői, a fúvós zene, a balett, a vers és prózamondás, a zongora és gitárjáték, a néptánc is megjelent ebben a gálaműsorban, és ilyen típusú rendezvényekkel, vagy ehhez az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényekkel fognak még találkozni az itt élők az év során, ebbe is természetesen bevonva az itt működő civil közösségeket, és természetesen Tamási város önkormányzatát. A programsorozat első rendezvénye Emlékszilánkok képekben címmel indult, melynek helyszíne a Könnyű László könyvtár volt. Aztán az Én Városom című képzőművészeti és rövid próza írópályázat eredményhirdetése, majd kiállításának megnyitója történt a Galéria folyosón a Művelődési Házban. Ezt követte egy nagyszabású gálaműsor, ahol protokoll vendégekkel, a város lakóival és színvonalas fellépőkkel ünnepelték a várost. 2024 még több és színesebb rendezvényt kínál az előző évekhez képest, és a Kulturális Központ munkatársai a város vezetésével együtt az idén is várnak szeretettel mindenkit.